Köszöntöm a nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ünnepi hangulat az üzletekben, a vásárlókedvet növeli, az emberek karácsonyi hangulatából viszont elvesz. Nyílt nap, egész novemberben a szakképzés lehetőségeivel ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló diákok. Tűzoltó együttműködés, cél a szakma népszerűsítése. Drogfogyasztó házas pár Dombóváron, saját otthonukban fogták el őket a rendőrök. Az eddigieknél is többet fognak költeni az emberek idén karácsonykor. Szakemberek szerint a jelenség oka az, hogy a gazdaság visszanyerte a járvány előtti szintjét, illetve hogy az üzletek már jóval az ünnepek előtt feltöltötték a polcaikat. A klinikai szakpszichológus szerint ez pont az ünnepek hangulatának és megélésének rovására mehet. Ő a bátor oroszlán. Na van fiúnak! Még csak november eleje. Ennek ellenére vannak, akik már elkezdték a karácsonyi bevásárlást. Erre minden lehetősége meg is van az embereknek, hiszen a boltok polcain már októberben megjelentek az ünnepi termékek. Elkezdtük, muszáj. Muszáj elkezdeni, mert tényleg van 7 gyerek, és mire a 7 gyermeket megleped azzal, amit szeretne, vagy valami hasonló valamit szeretne, azért az idő. Az idő meg pénz. Többen úgy gondolják, még ráérnek az ajándékok beszerzésével. Majd a hónap végén, jövő héten talán majd, vagy december elején. De az igazság az, hogy én már a nagyon unokák vannak, uradom pénzt, hogy is ők vásároljanak. Kitanics Márk klinikai szakpszichológus szerint az üzletek a vásárlók fogyasztókedvét szeretnék megnövelni, hiszen az ünnepek előrevetítésével arra sarkalják az embereket, hogy minél előbb megvegyenek egy-egy terméket. Mindez azonban az ünnepi hangulat rovására is mehet. Azt gondolom, hogy egy kicsit meg is ölik ezzel a karácsonynak a hangulatát, hiszen azt a képet festik le, mintha a vásárlás, a fogyasztás lenne a karácsonynak az elsődleges szempontja, nem pedig az a hangulat, amit egy család meg tud teremteni saját maga számára, aminek a középpontjában nem a profitorientáltság, és nem a pénz, és nem az anyagiak állnak, hanem egy szeretetteljes légkör. És hogyha ezt áttesszük egy ilyen anyagias világba, akkor gyakorlatilag megöljük a karácsonynak a hangulatát és a szellemiségét. A kereskedelemre viszont rendkívül jó hatással vannak az év utolsó hónapjai. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a gazdaság visszanyerte a koronavírus járvány előtti szintjét, sőt tovább növekszik, a bérek emelkedésének és a munkanélküliség csökkenésének köszönhetően. Ezek a tényezők odahatottak, hogy nőtt a lakosság vásárló kedve, és még az elmaradt vásárlásokat is most pótolják, tehát azt mondhatnám, hogy ez a következő 2 hónap az jelentős kereskedelmi forgalom növekedéshez fog vezetni. Fischer Sándor elmondta, általánosságban a kereskedelemben a vállalkozók az év utolsó 2 hónapjában termelik meg az éves jövedelmük jelentős részét. 4588 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 914.586 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 123, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 31.521 főre emelkedett. 4522 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 452-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.978.000-en kaptak. Tolna megyében 87 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, ezzel a járvány kezdete óta 19.164-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Egész novemberben nyílt napokat rendez tagintézményeiben a Tolna megyei szakképzési centrum. Ezúttal a Paksi Első István szakképző iskola kínálatával ismerkedhettek a pályaválasztás előtt álló diákok. Az iskola vezetői igyekeztek kellő információhoz juttatni az érdeklődőket, könnyebbé téve számukra a választást. A hegesztő szimulátoron is kipróbálhatták képességeiket a nyílt napra érkezők. Az Első István szakképző iskola minden képzési formájába betekintést kaphattak az érdeklődők. A 8. osztályosok osztályfőnökei szerint ezek az alkalmak nagyban segítik a pályaválasztás előtt állókat. Véleményük szerint a szakképzés az utóbbi években egyre vonzóbb a pályaválasztók körében. Látják a jövőjüket, a lehetőségeket, látják azt, hogy a megélhetésük biztosítva lesz azáltal, ha jó szakmát tanulnak. Engem személy szerint megnyertek már az első 5 percben ezzel a stílussal és ezzel a környezettel, a hangulattal. Látszik a gyerekeken, hogy kiegyensúlyozottak,
nagyon jó kezekben vannak, és tényleg egy védőháló veszi őket körül az intézmény által. Az idei évben a szakképzésben résztvevőknek nem szakmát, hanem ágazatot kell választaniuk. A nyílt napon e szerint adtak ötleteket a szülőknek és a leendő középiskolásoknak. Iskolánk a nyolcadikosok számára 4 ágazatot hirdet. Az építőipar ágazatot, a gépészet ágazatot, a kereskedelem ágazatot és a szociális ágazatot. És a nyolcadikosoknak ezen ágazatokat kell majd jelenleg választani, és majd, amikor itt eltelik egy év, aki 3 éves képzésre jelentkezik, akkor az ágazati alapoktatás után tud szakmát választani. Az a tapasztalat, mondja Sárosdi Bernadett, hogy a nyílt napokon résztvevők be is jelölik továbbtanulási lehetőségként az iskolát. Pakson a mostani bemutató nap után még egy alkalommal a pályaválasztás végleges eldöntése előtt újra kinyitják a kapukat az érdeklődők előtt. Idén is kapnak a paksi nyugdíjasok ajándékcsomagot karácsonyra az önkormányzattól. A településen már évtizedek óta hagyomány, hogy támogatják az alacsony jövedelemből élő szépkorúakat, akik november 25-éig leadják a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládában az igényüket. Az ajándékcsomagokat 2021. december 1 és 20-a között szállítják házhoz. Sorakoznak a karácsonyi ajándékcsomagok a paksi polgármesteri hivatalban. Ezek az elmúlt évek tartós élelmiszert és karácsonyi szalvétát illatgyertyát tartalmazó ajándékai, hiszen 2020-ban a pandémia idején is fontosnak tartotta a paksi önkormányzat az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak támogatást nyújtani. Az erről szóló tájékoztató szórólapot a napokban jutatták el a háztartásokba Pakson. Kérelmek elbírálását követően juttatjuk majd el ezeket az ajándékcsomagokat. 2021. december 1-e és 2021. december 20-a között munkanapokon, munkaidőben. November 25-éig várják a paksi lakóhelyen rendelkező alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak a jelentkezését. A kérelmezők száma az elmúlt években 7-800 fő között mozgott, idén is számítanak ennyi igénylőre az atomvárosban. Hosszabb szünet után újra árváltozásra számíthatnak az autósok a benzinkutakon. Szerdától bruttó 5 forinttal csökkentik a gázolaj nagykereskedelmi árát, a benzinára viszont a hét közepén nem változik. Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak szerdától. A 95-ös benzint literenként 506, míg a gázolajat literenként 512 forintért tankolhatjuk a hazai kutakon. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Rendkívüli keretemelésről döntöttek a kistelepüléseken működő vállalkozások pályázatán, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Mint fogalmazotta, a GINOP kiírásán már 27 milliárd forinttal támogattak 2600 kisvállalkozást, akik kistelepüléseken úgynevezett szabad vállalkozási zónákban működnek. Most úgy döntöttek, hogy további 18,5 milliárd forinttal bővítik a pályázat keretét. Rendszeresen fogyaszthatott különböző kábítószereket az a házaspár, akiknek a lakóingatlanában néhány napja több mint 100 extázi tablettát és más drogot is találtak a rendőrök. Azóta mindketten börtönben vannak, a rendőrök most arra próbálnak rájönni, hogy a fogyasztás mellett kereskedelemmel is foglalkoztak-e. Videón, ahogy a rendőrök a dombóvári házat és udvarát átkutatták. Az ingatlanban egy házaspár lakott. Náluk többféle drogot is találtak a nyomozók néhány napja. Az egyenruhások már egy ideje tudták, hogy a pár rendszeresen drogozik, és azt is gyanították, hogy másoknak is adhattak belőle. Tabletta és por is előkerült a keresés során. Kollégáim kutatást tartottak a család otthonában, és számos kábítószerrel kapcsolatos anyagot, így ismeretlen eredetű fehér port, valamint 100-nál is több kábítószergyanús tablettát, illetve a kábítószerek fogyasztásához használatos segédeszközöket találtak. A szakértő elsődlegesen a tablettákról elmondta, hogy ez kábítószernek minősül, MDMA-t tartalmaz. A pár azóta már börtönben van, úgy tudjuk, egy gyermeket is neveltek együtt. A rendőrök most azt vizsgálják, hogy kereskedhettek-e a drogokkal. Kollégáim vizsgálják azt is, hogy a kábítószer birtoklása mellett a család esetlegesen a kábítószer terjesztésével is foglalkozott-e. Ha ez bebizonyosodik, vagyis hogy a dombóvári házaspár a drogfogyasztás mellett kereskedéssel is foglalkozott, akár hosszú évekre is börtönbe kerülhetnek.
téli üzemmódra váltanak. A Magyar Közút 19 megyei igazgatóságán 95 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A következő hónapokban mintegy 3700-an dolgoznak váltott 12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján. Harmadikként szállt be a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület abba az együttműködésbe, ami a Katasztrófavédelmi Központ Múzeuma és a Völgységi Múzeum között köttetett meg. A fúzió célja, hogy minél több emberrel megismertessék a tűzoltó szakma történelmét és szépségét. Aláírta a megújított együttműködési szerződést a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Több évtizede dolgozik együtt ez a két intézmény, idén azonban a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott a fúzióhoz. Nekünk ez nagyon fontos, hogy a civil közösséget, a tűzoltóságot is be tudjuk vonni a tűzoltóság múltjának a bemutatásában. Az együttműködési megállapodás során ennek a kereteit fektettük le, hogy a múzeumok szakmai irányítása mellett hogyan tudnak ők segíteni, hogy tudják ezt a kiállítóhelyet bemutatni, megismertetni a helyi és a nem helyi érdeklődőkkel, főleg a gyerekekkel és az ifjúsággal. Az ötlet gazdája a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt. Miklós Roland, az öt elnöke elmondta, nagyobb részt szeretnének vállalni a helyi tűzoltó múzeum bemutatásában és az állagmegóvásban. Megpróbálnánk több diákot, óvodást, mindenkit elvinni a múzeumba, bemutatni a múzeumot, kicsit beszélni a régmúltról, az egész 21. századig, hogy hát ha a kedvet kapnak, akár belépni a későbbiek során belépni a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, vagy esetleg csatlakozni a hivatásos állományhoz. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum vezetője azt mondja, ők a szakmaiságukkal és a múzeum pedagógiai tudásukkal járulnak majd hozzá a tájékoztatáshoz. Emellett rengeteg programot és előadást szerveztek az elmúlt időszakban is a Tűzoltó Múzeumban. Elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam. Tehát főleg, hogyha a gyerekek ellátogatnak hozzánk, akkor általában mindig találnak olyan dolgokat, ami felkelti az érdeklődésüket. A Tűzoltó Múzeumban meg kifejezetten. Tehát ott azért ez egy nagyon hálás téma. Az együttműködés célja a tűzoltóság népszerűsítése, hogy minél több ember megismerje és megszeresse ennek a hivatásnak a szépségeit. Regionális híreink következnek. Sikerült a lakossági összefogás, fametszést végeznek a Pécsi Szabadság utcában. Hogyan csökkentsük a karbonlábnyomunkat, mértek és tanácsokat adtak a családoknak. Díjátadó a találkozón, második alkalommal rendezték meg a Boruti Gála estet. Célba ért a lakosság kérése, mondta stábunknak Barkóczi Csaba. A pécsi kormánypárti önkormányzati képviselő a Szabadság utcában most megkezdődött fametszési munkálatokra reagált így. Korábban ugyanis több lakó és üzlettulajdonos panaszkodott arra, hogy balesetveszélyesek a lehulló ágak, esőzések esetén áll a víz a járdán, és nyaranta rengeteg varjú okoz bosszúságot, főként az autósoknak. A képviselő többször is megkereste a polgármestert, sőt a lakosok aláírásokat is gyűjtöttek ezügyben, de nem tapasztaltak változást. Most úgy tűnik, elérték a céljukat. Megkezdte a Biokom a pécsi Szabadság utcai platánfák metszését. A több mint 100 éves növényeknek már nagy szükségük volt egy ilyen beavatkozásra. Mint arról korábban beszámoltunk, több lakos is panaszt tett már, de a terület önkormányzati képviselője is kérte a polgármestert, hogy intézkedjen ez ügyben. Több mint 70-en egyébként az utcában lakók, illetve az itt üzletet fenntartók, üzemeltetők közül írták alá ezt a petíciót, hogy kezdődjön meg végre az utcának a rendbetétele. A legnagyobb problémát a metszetlen fákról lezúduló faágak, illetve az azokon fészkelő varjaknak a piszka jelentette az utca lakóinak, valamint nem volt takarítva kellőképpen az elmúlt másfél évben az utca. Két hónappal ezelőtt több lakó is elmondta kameráink előtt panaszát. A templomtól idáig 22 varjúfészek épült fel, iszonyatos mennyiségű piszkot
csinálnak. Ugye a falevelek miatt ugye az esőzések után eltömődik minden egyes átfolyó, lefolyó, és ezáltal teljesen vízes az egész járdaszakasz, és mi például kisgyermekkel vagyunk, és nem lehet találni a járdán olyan szakaszt, ami ne lenne víz alatt, esőzés után, ahol el tudnánk tolni a babakocsit. Barkóczi Csaba már ekkor is felhívta a figyelmet arra, hogy a Szabadságút az egyik legfontosabb helyszíne Pécsnek. Ez az út vezet le ugyanis a vonatállomásra, ahonnan turisták, külföldi diákok vagy üzletemberek érkeznek a városba, és itt szerzik meg első benyomásukat. A képviselő szerint emiatt is szükség lenne a folyamatos karbantartásra, takarításra. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy mióta Péter Fiatila a polgármester, ez nem történt meg. Szerencsére most a lakóknak ez az összefogása, ez a kezdeményezése, ez beérett. Én is többször tudtam ezt az ő összefogásuknak köszönhetően tolmácsolni a közgyűlésben, és úgy tűnik, hogy azt követően, hogy többször is a kamerák elé álltak és hangoztatták az álláspontjukat, a lakosság eredményt tudott elérni, ezért minden elismerésünk nekik. A munkálatoktól azt várják, hogy megszűnjön a baleset veszélye a lehulló ágak miatt, illetve a varjak kiszorítását a belvárosból és környékéről. A Biocom egyébként közleményében azt írja, hogy legutóbb 2016-ban végeztek teljes körű metszési munkálatokat, azóta csak egy-egy fát érintő beavatkozások voltak. Most 80 növényt tesznek rendbe a Szabadság utca és az Indóház tér között. Pécsre is eljutott az a program, amelyben családok energiafogyasztását, a környezetre gyakorolt napi tevékenységek hatását vizsgálják. Tavaly nyáron mértek fel 21 háztartást. A szakemberek az eredmények hatására tettek ajánlásokat arra, hogyan tudnák csökkenteni karbon lábnyomukat a vizsgálatban résztvevők. A felmérések alapján pedig később társadalmi szinten is segíteni lehet a környezetvédelmét. Fákat ültetnek a pécsi civilek, családok a Baranyai megyeszékhelyen a Békeparkban szombaton. Köztük volt Katrainer Tünde is. Ők képviselik azokat a háztartásokat, akiknek megmérték a karbon lábnyomát tavaly egy pályázat keretében. Tünde azt mondja, takarékosan élnek családjával, figyelnek rá, hogy ne pazaroljanak. Kapcsold le a lámpát, kapcsold le a fűtést, hogyha nem vagy otthon, csomó mindent így csinálunk. Ugye közel áll hozzánk ez a szemlélet, és kíváncsiak voltunk, hogy ennek ellenére, hogy keveset fogyasztunk, illetve tudatosan fogyasztjuk az áramot és mindenféle energiát, hogy mi az, amit még tehetünk. A végeredmény az lehet, hogy le kell cserélnünk a hűtőt, mert ez valószínűleg sokat fogyaszt. Tehát úgy kaptunk ilyen fontos információkat, azon kívül, hogy valószínűleg azért tehetünk apró pici lépésenként a globális dolgokért is. Az energiafogyasztásuk alapján határozták meg, mennyire terhelik a környezetüket napi tevékenységeik során a vizsgálatban résztvevő családok. Ebben egy gödöllői cég vett részt. Kiszámoltuk a háztartásnak, a 21 háztartásnak a 2020-as karbonlábnyomát, tehát az összes energiafogyasztás, utazáshoz, táplálkozáshoz kapcsolódó széndioxid kibocsátást, és ebből jöttek ki eredmények, ami most ennek a 27 családnak az átlagában, ha jól emlékszem, 2,7 tonna volt per fő, ami éves szinten, ami most egy nagy számnak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy a magyar átlag az 5 tonna körül van, tehát akkor ez a 21 család nagyon jól teljesített. Ez a 2020-as évre vonatkozik, ami azért csalóka, hiszen a Covid-járvány miatt nem utaztak a családok, főleg otthon voltak, de azért így is tudnak hasznos tanácsot adni nekik. A Pécsi Mami Egyesület szervezte a karbonlábnyom mérést itt helyben. Az itt megjelent családok gyakorlatilag egy online kérdőíven adtak számot arról, hogy mennyi az energiafogyasztásuk, étkezés, utazással kapcsolatos információkat, és minden család egyedi kiértékelést kapott, illetve készült egy összefoglaló is, amiről a Green Dependent Intézet most a hátam mögött egy összefoglalót fog majd tartani. És gyakorlatilag ennek a projektnek, ennek a kutatásnak a zárása a mai alkalom, amikor itt Pécsett a Békeparkban 9 darab kis magyarófát ültetünk el közösen. A faültetéssel és a széndioxid szint csökkentése mellett állnak ki. A kutatásban résztvevők azt mondják, mindenki tegye meg a saját háztartásában, amit kell a föld megőrzéséért. Nem szabad várni a politikai döntésekre, egyénileg is lehet felelősen élni. Mint ismert, 2050-re tűzte ki a karbonsemleges Magyarország létrejöttének dátumát a köztársasági elnök. Ez azt jelenti, addig el kellene érni, hogy a napi tevékenységeink miatt légkörbe jutó széndioxid mennyisége megegyezzen azzal, amit a természet fel tud dolgozni, és nem halmozódik fel a légkörben. Ismét megrendezték Siklóson a Borúti Gála estet. Az esemény szervezője, a Villánysiklósi Borút Egyesület az alapítójáról elnevezett díjakat is átadta.
A Becker Leonóra elismerésben Bok József és a Siklósi Vár részesült. A most 27 éves egyesület nagy szerepet játszik abban, hogy különböző infrastruktúrális fejlesztésekkel támogassa a város a környékbeli borászatokat, hangzott el a rendezvényen. Idén második alkalommal rendezték meg a borúti gálaestet Siklóson. A Villany Siklósi Borút Egyesület rendezvényén az alapító Becker Leonóra nevével fémjelzett díjakat is átadták. A kitüntetést ezúttal Bok József és a Siklósi Vár vehette át. A szervezet számára fontos, hogy a tagoknak legyen egy olyan platformja, ahol rendszeresen találkozhatnak és megoszthatják tapasztalataikat. A Borút Egyesületnek alapvetően is a célja ugye a Villányi Borvidéknek a felemelése, illetve a Villányi Borvidék borturisztikai szolgáltatóinak a népszerűsítése. 94-ben alakult meg az egyesületünk egyébként, és azt gondolom, hogy egy töretlen fejlődésen ment át az elmúlt 25, most már 27 évben. Az egyesülettel az év minden napján együttműködik a város, legyen szó a hegyi utak fejlesztéséről, vagy nagyobb szőlőbirtokok csapadékvíz elvezetési problémájának megoldásáról, mondta el beszédében a polgármester. Régl Gábor kiemelte, hogy abban látja a szervezet legnagyobb szerepét, hogy olyan szakmai háttérrel, infrastruktúrával rendelkezik, melyek előre tudják mozdítani a következő akár 10 éves fejlesztéseket is. Én azt gondolom, hogy a város szempontjából talán a két legnagyobb fejlesztési elképzelés. Egyrészt a Siklósi Várnak, mint helyszínnek a fejlesztése, hiszen az egyesülettel való együttműködés odáig jutott, hogy láthatóan például ezek a minőségi rendezvények már kinőtték magukat, és olyan nemzetközi konferenciáknak is helyszínt szeretnénk adni, ahol több százas létszám jelenik meg. A másik stratégiai irány pedig a tenkes infrastruktúrális fejlesztése, amivel a borászatokat szeretnék támogatni, tette hozzá a polgármester. A gálaesten bemutatkoztak az egyesület új tagjai is, de néhány helyi védjeggyel ellátott terméket is megkóstolhattak a résztvevők. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Ünnepi hangulat az üzletekben, a vásárlókedvet növeli, az emberek karácsonyi hangulatából viszont elvesz. Nyílt nap, egész novemberben a szakképzés lehetőségeivel ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló diákok. Tűzoltó együttműködés, cél a szakma népszerűsítése. Drogfogyasztó házaspár Dombóváron, saját otthonukban fogták el őket a rendőrök. Szerdán zömmel napos idő lesz, csapadék nem hullik, élénk délkeleti szél fúj majd. Éjszaka a szelesebb területeken marad a csillagfényes idő, ahol esetleg leáll a szél, ott kötfoltok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!